Arra szeretném kérni a kispestieket, hogy minél többen jelenjenek meg január 27-én, hétfőn, 5 órakor a Városházán, ahol egy antikorrupciós tényfeltáró és vizsgáló bizottság felállításáról döntünk. Azért fontos, hogy bejöjjenek az emberek az ülésre, mert a jelenlétük nyomásgyakorlásként hat a képviselőkre, hogy minél felelősségteljesebb, tisztább és vállalhatóbb döntést hozzanak. Lakner Csaba, kispesti képviselő, tavaly októberi választások előtt 10 nappal megjelent egy videófelvétel, ahol kábítószernek látszó tárgyat lobogtat a kezében egy kis zacskóban, és kerületi korrupciós ügyekről beszél. Tulajdonképpen azt mondta, aki ügyes, úgy tud közpénzhez jutni, és azt magánvagyonná alakítani, hogy nem közvetlenül az önkormányzat büdzséjéből vesz el, hanem olyan megbízásokat ad vállalkozóknak, ahol a vállalkozó vagy a kereskedő a megbízási vagy a beszerzési díjből visszajuttat neki bizonyos százalékban. Hát Lakner például azt mondta még el, hogy az egyik komoly szereplője az ilyenfajta megbízásoknak az önkormányzat egyik vagyonkezelőjének az igazgatója, Kránitz Krisztián. Amikor a Lakner Csaba arról beszélt, hogy valahány százalékot vissza kell juttatni az önkormányzat különböző szereplőinek, akkor arról panaszkodott, hogy hogy van az, hogy a Kránitz Krisztiánnak nagyobb arányban kell visszajuttatni a megbízásokból, mint a Gajda Péter polgármesternek. És ezen méltatlankodott. Gajda Péter első nyilatkozataiban nem ismerte föl a felvételen Lakner Csabát. Ez Kispesten megbotránkozás közröhely tárgya tulajdonképpen. Ugye a Lakner Csaba az döntéshozó volt olyan kérdésekben, hogy például egy önkormányzati telket eladjunk-e. Eladtunk önkormányzati telket, ott lebontottak egy régi házat, egy beruházó fölépített egy új házat, és ebben az új társasházban a közös képviselő Lakner Csaba tényfeltáró vizsgáló bizottság felállításáról fogunk szavazni január 27-én délután a képviselő testület rendkívüli ülésén.